A kecske, a káposzta, a farkas és a gazda játék megépítése. Első rész. Az itt bemutatásra kerülő változat megépítésének gondolata Képes Gábortól származik. Egy informatika történettel foglalkozó Facebook csoportban találkoztunk vele. Az ötlet az volt, hogy készítsük el a Mikromat építőkészletben bemutatott a kecske, a káposzta, a farkas és a gazda játékot úgy, hogy ő azt informatika történeti kiállításokon, roadshowon be tudja mutatni, a látogatók, érdeklődők kezébe tudja adni. Ezt a gondolatot tettek, követték, és nem csak elkészítettük a játékot, hanem egy kis videósorozatban be is mutatjuk a készítés lépéseit. A Mikromat építőkészlet 1967-től több évig kapható volt a hazai kereskedelmi forgalomban, sok működő példányoma is fellelhető múzeumokban, gyűjtőknél. A Mikromat készítői így mutatták be röviden terméküket. Építőkészlet a számítógépek automatikus berendezések, logikai áramkörök, kibernetikai játékok modellezésére. Az építőkészlet a maga idejében rendkívül korszerűnek számított, véleményünk szerint ma is megállná a helyét. Az építőkészlethez az alkotója, Kovács Mihály egy könyvet is készített, különböző példakapcsolások bemutatásával. Ennek a könyvnek a címe az volt, Gyakorlati út a kibernetikához, vezérkönyv a Mikromat építőkészlethez. Ebben a könyvben találjuk meg a Mikromattal megépíthető változatát ennek a játéknak. Kovács Mihály így fogalmazta meg ezt a feladatot. A gazda kiment a földjére dolgozni, magával vitte a kecskét is, hogy napközben legeljen. A nap folyamán fogott egy farkaskölyköt, este felé szedett káposztát, és hazaindult a kecskével, a káposztával és a fogott farkaskölyökkel. Útközben át kell kelnie egy folyón. A csónakban azonban a gazdán kívül vagy a kecskének, vagy a káposztának, vagy a farkaskölyöknek van hely. A probléma a következő, milyen sorrendben vigye át őket úgy, hogy közben a magára hagyott káposztát ne egye meg a kecske, a magára hagyott kecskét ne egye meg a farkas. Ez a logikai játék már számtalan változatban létezik, akár mobiltelefonos applikáció formájában is letölthető bárki számára. Mi most a Kovács Mihály féle változatot fogjuk megépíteni.